bemutatom Gilig Ferenc kollégánkat. Annyit szeretnék kérdezni tőled, hogy mettől meddig dolgoztál itt a Váriban, illetve mire emlékszel vissza szívesen a régi emlékek közül? Hát én a 618-as ipari szakmunkásképző intézetbe mentem, mert akkor így hívták ezt az intézetet. 1971-ben katonaságtól leszerelve kerültem oda. 1981-ig 10 évet dolgoztam ott. Kezdetben mint szakoktató, később elvégeztem a szakoktatói iskolát, aztán utána Szegeden a Juhász Gyula szakon tesői tanári képesítést szereztem, és 74-től, 75-től pedig testnevelő tanárként dolgoztam. Esetleg egy régi emléket, ha felidéznél, amire szívesen emlékszel vissza? Hát a életem legszebb évei voltak, ugyanis fiatalok voltunk, és akkor készült el a nem sokkal előtte az iparinak az új épületszárnya a kollégiummal, és hát egyszerre jött oda körülbelül 18-20 korombeli, tehát 25-6 éves emberke, lányok, fiúk vegyesen, és nagyon-nagyon jó hangulat volt. Nem akartunk, délelő-délután volt tanítás, 5 óráig volt tanítás, de 5 órakor még nem mentünk haza, hanem még pingpongoztunk, fotbaloztunk, kosarlabdáztunk, és a takartom úgy nyílöttek, hogy mávéjének, de valahol nem tudnak takarítani. Tehát éjjel-nappal tényleg az iskolában voltunk, mert annyira jó volt a csapat. Hogyan fogadtad ezt a mostani rendezvényt, hogy a 130 éves Várit megünnepeljük itt az udvarban? Hát nagyon örültem neki, és nagyon-nagyon jó ötletnek tartom, és nem kéne még 130 évet várni, hogy a következő megrendezésre kerüljön, mert nagyon örülök, és nagyon jó érzés a régi kollégákkal együtt lenni. És a nyugdíjas éveidről pár mondatot, hogy érzed most magad? Még visszatérve egy kicsit, ugye az ipari után én 20 évet voltam a Keróba, aki gyakorlatilag most már egy és ugyanaz az iskola, tehát összességében én 30 évet voltam a, most nem is tudom, Várinak hívják éppen, vagy most éppen, úgyhogy ebben az intézményben tulajdonképpen 30 évet töltöttem el, és utána 10 évet a Szilády Áron gimnáziumban. Visszatérve a nyugdíjas évekre, hát minden kornak azt mondják, megvannak a szépségei. Hát mondjuk ez a fiatalság, ez azért sokkal szebb volt, de tényleg meg lehet találni mostani jó dolgokat, és kellemesen el tudom magam foglalni. Köszönjük, hogy itt vagy, és érezd tovább is jól magad. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!